Bár az időjárásra néhány napot kivéve ezen a télen nem lehetett panasz, a nyíregyházi gyalogló a hazainál is kellemesebb körülmények között végezhette edzéseit az elmúlt 5 hétben. Hellebrand Máté a már jól megszokott portugáliai edzőtáborban gyűjtötte a kilométereket. Azért is volt fontos, mert október közepén túlestem egy sérvműtéten, ami után 6 hetet kellett kihagynom, szóval 2 hónapos lemaradásba voltam felkészülés szempontjából. December elején tudtuk csak elkezdeni a felkészülést, és ezért ezt a lemaradást be kellett mindenféleképpen pótolnunk valahogy. Ez alatt az 5 hét alatt, ha nem is a 2 hónapos kiadást sikerült behoznunk, de hoztunk a lemaradáson. Nagyon jó edzéseket tudtam végezni, szinte mindent meg tudtunk csinálni, ami ki volt írva. Az időjárás ideális volt, egy nap kivételével minden nap sütött a nap és nem esett eső. Volt egy 30 km-es, illetve egy 27 km-es felmérő edzésem is, ami nagyon jól sikerült. Ez azért is volt fontos, mert ugye én idén 35 km-en fogok majd versenyezni, és ehhez viszont majd kvalifikációt kell majd szereznem márciusban, és ez jó kiindulási pont volt, hogy most mit is tudok ezen a távon. Tavaly Máté hatalmas fülénnyel nyerte meg az 5 km-es gyaloglást a nyíregyházi fedettpályás országos bajnokságon. Idén viszont biztosan nem védi meg a címét. Szerencsére egészségügyileg rendben vagyok, viszont mivel 35 kilométerre készülünk, és nagyon szűkös volt most a kimaradás miatt ez a felkészülési idő, így nem volt idő külön készülni az 5 kilométeres távra, és mivel lényegesen nagyobb a különbség az 5 és a 35 kilométer között, főleg tempóban, ezért egyáltalán nem állok készen erre az 5 kilométeres távra, és ezért úgy döntöttünk az edzőmmel, Pokrovenszki Józseffel, hogy a sérülés elkerülése véget most nem kockáztatunk, mivel egy bő hónap múlva lesz az első kvalifikációs versenyem 35 kilométeren, és az ott szeretnék majd nagyon jól teljesíteni. A 3-szoros olimpikon a jövő héten még hazai környezetben készül, aztán ismét Portugália felé veszi az irányt, hogy a lehető legjobban felkészüljön a durincei versenyre.